halálfélelem nélküli, tökéletesen kiképzett harcos, tökéletes fegyverrel. A szamurájok egyetlen célja uruk feltétel nélküli szolgálata volt, hogy kötelességüknek eleget tegyenek, akár mindent és mindenkit feláldoztak. Az egyik utolsó harcos szamuráj unokája az épp otthoni edzőtermébe toppanó Suzuki Kimiyoshi. Legféltettebb kincsét csak mutatóba hozza. A rövid kardot, vagyis vakizásit még a 17. században készítették. Ezt harc helyett rituális öngyilkosságra, a szepukura használták. Körülbelül 300 éves ez a kard, és nagy édesapám gyújtotta ilyen kardot sokat. Majdnem minden eltűnt. Elroptak, de csak egy maradt. Kiejtése ugyan nem tökéletes, de Suzuki úr bizony a felkelő nap országa helyett a kicsit közelebbi Pécset tölti napjait. 12 éve hozta ide a vakféletlen és tartotta itt egy előttünk is titkolt magyar asszony. Ez a fénykép jó 60 éve készült, amikor Suzuki úr még ősei földjén nézett bátran farkas szemet a fényképezőgéppel. 6 évesen kezdte tanulni azt a kardvívási stílust, amelynek nagyapja a mestere volt. Amikor a császár meg akarta szüntetni a harcosok rendjét, a nagypapa karddal és íjjal szállt szembe a gépfegyverekkel. 19 éves kor harcoltak császár katonával. Ez majdnem mindenki meghalt, de ő csak menekült Hokkaidóba. Suzuki úr máig napra kész nagyapja kalandos életéből. Azt mondja, a nemrég vetített Utolsó szamuráj című film sok szempontból hitelesen idézi a szomorú voltat. Évekkel azután, hogy a szamurájok lázadását leverték, a nagypapa iskolát nyitott, ahol kardvívást tanított. Unokája szerint annak ellenére, hogy ma már nincsenek valódi szamurájok, az utódokban még él a szamurájok értékrendje. Gondolkozás, ez a szamurái gondolkozás benne maradt. Ez nagyon érdekes. Suzuki Kimiyoshi korábban fotóművész volt, most nyugdíjas éveit tölti Pécsett. Úgy rendezte be az életét, hogy továbbra is hű maradhasson a hagyományokhoz. Rendszeresen gyakorol, az egykor gyilkolásra szánt technikák ma a lelkét nyugtatják. A szamuráj mozdulatait, ezt a stílust ma már nagyon kevesen ismerik. Suzuki úr ezért tanítványokat fogadott. Legrégebbi növendéke először nyelvet akart tőle tanulni. A magyar karatemester számára csak később véletlenül derült ki, hogy Suzuki úrban milyen tudás rejlik. Karizmatikus egyéniség, nem látszik rajta, hogy milyen nagy tudású, és ez az, ami nagyon meglepő, ami a japánokra is jellemző, hogy ő egyáltalán nem reklámozta meg, nem propagálta az ő tudását, hanem teljesen úgy kellett magyarul szó szerint kihúzni belőle, és amikor látta, hogy érdeklődünk az ő tudása iránt, akkor nagyon fokozatosan kezdett megnyílni. Azóta 6 év telt el. Tanítványai mélyen tisztelik a 70 éves mestert, és mindenben hallgatnak rá. Suzuki úr pedig büszke rájuk és arra, hogy családja hagyományai tovább örökítve, csak úgy, mint szamuráj ősei, ő is teljesítette a kötelességét.